nézd, ott fenn az ég csillagokat. Ragyogó fény az Úrra mutat, bennünk is ott él fényed, és rólad szól, és csak rólad szól, Uram. Amilyen távol az égtől föld, kegyelmed végtelen mindenbe tölt. Ahogy a szél fúj és átjár a szent szemem, örök élet magad. Szálljon fel most hozzád dicséretünk, ünneplünk, áldunk, felemelünk. Tőled van minden, ami jó, Urunk, te vagy a mi örömünk. Milyen távol az égtől föld, kegyelmet végtelen mindenbe tölt. Bennünk is ott ég szélem, és rólad szól, és rólad szól. Szálljon fel most hozzád dicséretünk, ünneplünk, állunk, felemelünk. Tőled van minden, ami jó, Urunk, te vagy a mi örömünk. Szálljon hozzád dicséretünk, ünneplünk, áldunk, felemelünk. Tőled van minden, ami jó, Urunk, te vagy a mi örömünk. 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 Szálljon fel most hozzád dicséretünk, ünneplünk, áldunk, felemelünk. Tőled van minden, ami jó, Urunk, te vagy a mi örömünk. Szálljon fel most hozzád dicséretünk, ünneplünk, áldunk, felemelünk. Tőled te vagy a mi örömünk. Te vagy a mi örömünk. Te vagy a mi örömünk. Eltörölted minden vitkem, megvidámítottad a szívem. Nincsen ellenem ítélet, nem gyötör többet a vád. Eltörölted minden vitkem, megvidámítottad a szívem. Nincsen ellenem ítélet, nem gyötör többet a vád. Dicsérlek, amíg csak élek, hogy csüketni is csak rád nézek. Benned van az igazi élet, egyenes hozzád az út. Mert eljöttél értem, megváltottál drága vérem. Bűnrabja volt, te szabaddá tettél. Jézus megvált, hozzád szól most a dicséret. Méltó vagy arra, hogy teljes lényem érted égen. Eltörölted minden vitkem, megvidámítottad a szívem. Nincsen ellenem ítélet, nem gyötör többet a vád. Dicsérlek, amíg csak élek, a csüketni is csak rád nézek. Benned van az igazi élet, egyenes hozzád az út.
mert eljöttél értem, mert eljöttél értem, megváltottál drága bére, bűnrabjam voltam, de szabaddá tettél egészen. Jézus megváltó, hozzád szólsd a dicséret, hív vagy arra, hogy teljes fényem értenéken. Kérlek, amíg csak élek, a csüket mégis csak rád nézek, benned van az igazi élet, egyenes hozzád az út, egyenes, egyenes hozzád az út, egyenes hozzád az út. Telve van veled, ó drága Jézus, ő megváltó. Én hálát érzek még azért, mit értem tettél, ó drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál. Nincsen más otthonom, karod hód átölel. Csak nálad van lakhelyem, jöjj közel hát, ölelj most át, szükségem van. I sing a simple song of love to my Savior, loving Jesus. I'm grateful for the things you've done, my loving Savior, oh precious Jesus. My heart is glad, my heart is glad. You call me your own. There's no place I'll ever be than in your arms. In your arms, holding me still, holding me near. In your arms. Drága Jézus, ő megváltó. Én hálát érzek mind azért, mit értem tettél, ó drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál. Nincsen más
otthonom, a karod, ó, csak nálad van, jöjj közel, ölej most át, jöjj közel. Dicsőséget kiemel a mélységből, ezért áldok téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak a szárnyait. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. A romokból életed fakaszt dicsőséget. Lelkem menedék, betakarnak a szárnyait. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Gyerjének ezenem a romokból. A romokból életed fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből. Ezért áldok, ezért áldom téged, de hogy lelkem menedék, betakarnak a szárnyait. Uram, szeretlek, Uram, szeretem téged. A romokból életed fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből, ezért állok téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak a szárnyait. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Életed fakaszt dicsőséget,
kiemel a mélységből, ezért állok te vagy lelkem menedék. Következő dal egy új dal lesz. It's going to be a new song. Amit egyébként még tavaly írtunk egy dalírói napon. We wrote this song last year on a songwriting day. Igen, és arról szól, hogy ez a címe, hogy győzelmünk hangja. And the title of the song is the sound or voice of our victory. Ha voltatok egy dicsőítő estén, azt hiszem tavaly, akkor egyszer játszottuk már. If you were here at a worship night last year, if I can recall correctly, we played this song once already. És arról szól, hogy az Isten itt van mellettünk ezen a földön. And it's about the fact that God is here with us on earth. És egy nap majd el fogunk jutni a mennybe. And one day we'll make our way to heaven. És ott fog megszólalni ez a győzelemnek a hangja. And that's where the voice of victory will be heard. Ahol mindannyian ott leszünk majd. Where we will all be there. Együtt. Together. Hisztek ti is ebben? Do you believe in that? Amen. Yeah, amen. Fogadjatok szeretettel. So, welcome the song. Veled nem ural a félelem többé. Tudom, a te karod megtart örökké, és bármi ér az úton, velem jársz, te mindig velem jársz. Amikor keresem a fényt, te tart az ég, te vagy az, aki ad mégis új remény. Mennyekből a földig hajoltál, és győzelmet adtál, győzelmet adtál. Bármi ír, az úton velem jársz, te mindig velem jársz.
Ura vagy, méltó te neved, egyedül méltó dicséretre. Atyánk, köszönjük neked ezt a ma estét. Father, we thank you for tonight. Köszönjük, hogy itt lehetünk és együtt lehetünk itt. We thank you that we can be here and we can be here together. És tudjuk, hogy te is itt vagy most velünk. And we know that you are here with us now. Hogy itt jársz közöttünk a te lelkeddel. That you walk in our midst with your spirit. És ismersz mindannyiunkat. And you know each of us. Pontosan tudod, mire van most szükségünk. You know exactly what we need right now. Veled szeretnénk innen tovább majd menni, atyánk. We want to go on with you, Father. A te lelked erejével szeretnénk majd innen elmenni. We want to go on with the power of your spirit. És azért vagyunk itt, atyánk, hogy veled találkozzunk. And the reason why we are here is because we want to meet you. Mutass magadból valami újat számunkra, atyánk. Show us something new from you about you. Mert ott szeretnénk majd állni egy nap a mennyben. Because one day we want to be standing there in heaven. És a győzelmünknek a hangját szeretnénk majd hallatni nagyon. And we want to hear the sound of our victory. Hogy a futásunkat elvégeztük. That we've done our race, we've finished our race. Hogy megérkeztünk hozzád. And we've arrived to you. Ennek a tudatában vagyunk itt ma este is. And we are here tonight knowing all this. Hiszünk benned. We believe in you. Hiszünk az ígéreteidben. We believe in your promises. Hiszünk abban, hogy egy nap találkozni fogunk, és színről színre fogunk látni téged, atyánk. And we believe that one day we are going to meet you and see you face to face. Gyere velünk az úton. Come with us on the road. Gyere most is csatlakozz újra be. Come and join us again. Megnyitjuk előtted a szívünket, Istenünk. We open our hearts before you, Lord. Szólj hozzánk. Speak to us. Jézus drága nevében imádkoztuk ezt. We've prayed all this in the precious name of Jesus. Amen. 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 Na, sziasztok! Szép estét! Good evening. Good evening to all of you. De jó, hogy ilyen sokan itt vagytok. How great it is that so many of you could come. Köszönöm, hogy nem sütitek ki a szemem, tök jó. Szóval megteszitek, hogy üdvözlitek egymást, akár csak egy ilyen oda kacsintással, vagy valami ilyesmi. So please greet one another, just wink or wave at one another. Mi üdvözöljük azokat, akik itt vannak velünk online. Sziasztok, jó, hogy itt vagytok velünk. So we say hello to all of you who are watching us online. It's great you're with us. Bátorítunk benneteket arra, hogyha nincs semmi sajátos meggyőződésed. And we encourage you, if you don't have any personal convictions. Hanem csak úgy megszoktad, hogy szerdánként már nem jössz Gyülibe. But if you got used to not coming to church on Wednesdays, ezt simán meg lehet így a koronavírus alatt. You can do so during the pandemic. Akkor szeretnélek meghívni újra, hogy gyertek szerda esténként és legyünk együtt. But then if this is the case with you, I want to invite you again to come and join us so that we can be here together on Wednesdays. Szóval mielőtt megnézzük a bejelentéseket. So before we watch the announcements. Jók ezek az új dalok. These new songs are great. És olyan jó, hogy ezt magyar emberek írták. And it's so great that these songs were written by Hungarian people. És olyan jó, hogy ennek így helyet adhat a gyülekezetünk ilyen dalíró napoknak.
And it's so great also that our church can provide room for these days when people can come and write songs. Úgy arra kértem csak most Andrist, hogy egy tényleg csak néhány szóban mondd el nekünk, Léci, hogy jött ez az egész dolog, hogy dalokat írni és újra ezt így behozni. And I asked Andrist to say a few words about how the idea came for them to write new songs. Mi volt a szíveteken? What was on your hearts? És képzeljétek el, hogy ezen a héten is lesz megint egy ilyen dalíró nap. And imagine that this week there's going to be a songwriting day again. Képzeljétek, tök jól hangzik, hogy egy nap, öt csapat, öt dal. So imagine one day five teams, five groups, five songs. És tényleg meg is születnek ezek a dalok, úgyhogy mondj erről egy pár szót, Andrist, légy szíves, jó? And truly these songs are born. Köszönöm szépen, hogy megkérdezted, vagy hogy mondtad ezt, Jani. Igazság szerint, igen, most Szombaton lesz ez a nap. So this songwriting day is going to be this is going to take place this Saturday. És igazság szerint nagyszerű emberek járnak ebbe a gyülekezetbe. And truly wonderful people come to this church. Olyanok, akikre mi nem is gondoltunk, hogy itt vannak, vagy itt vannak közöttünk. So people we didn't even think about that they are here in our midst. Lehet, hogy látod őt így személyesen, így látod a szemét, belenézel, vagy ott van. So perhaps you see these people face to face, you look into their eyes, you see that they are here. De az, hogy milyen talentum van benne. But the kind of talent these people have. Az mindig csak akkor jön elő, amikor adsz teret. Only comes to surface when you give space for that. És erre is van ez a dalírói nap. And that's why we have this songwriting Igazság day. Igazság szerint először csak sokkal későbbbe kezdtük. So originally we started out in small steps. Aztán el is mosta a COVID. And then it was all washed away by COVID. És aztán egy teljesen új struktúrával elkezdtünk dalírói napot, még tavaly szeptemberben volt az első. And then we started to organize songwriting days with a completely new structure. We had our first session last September. És csak körbeírtunk, hogy kinek van kedve jönni. And we just wrote an email and sent it around asking people who felt like coming. És képzeljétek el, hogy eljött 25 ember. And imagine 25 people actually turned up. És ezek között van énekes, dalíró, dalszövegíró, dallamíró. And there are singers, songwriters, composers, people who write the melody or the words. Producer. Producers. Szóval igazság szerint, hogyha szeretnétek, vagy valami ilyesmi bennetek van, és ez most egy kis reklám is. And this is a piece of advertisement, really, but if you feel you've got a talent like this. Akkor írjatok rám. Then just keressetek meg, tényleg. Drop me a line, write me a message, or come and find me. Most Szombat már tele van, az meg van, kész van. So this Saturday we've got full house. De utána szeretnénk majd még valószínűleg csinálni ezt, mert úgy látjuk, hogy ennek értelme van. But then we want to organize something like this in the future as well, because we really see that this makes this there's a point to this. A gyülekezettől a gyülekezetnek. From the church to the church. Új dal. Yet again. Zengjetek új dalt. So sing new songs. Ez van benne a Bibliában. That's what the Bible says. Köszönöm. Imádkozzunk értük, jó? Most. So let's pray for Lehet them now. Lehet tapsolni attól még. Tényleg. Atyám, köszönjük neked ezt a előttünk álló szombatot. Father, we thank you for this Saturday ahead of us. Köszönjük azt, Uram, hogy új dalok születnek, magyar dalok születnek. We thank you that new songs are born, Hungarian songs are born. És arra kérünk, Uram, hogy óvd meg ezt a szombatot. And we ask that you would please protect this Saturday. Kérünk, hogy a lelkeddel különlegesen kent fel a dalírókat, a zenészeket most Szombaton. And we ask that you would anoint the songwriters this Saturday with your spirit. Azért, Uram, hogy meg tudják írni azokat a dalokat, amiket nekünk szánsz. So that they could truly write the songs that you wish to send to us. És imádkozunk azért is, hogy ők is növekedjenek az ajándékukban. And we also pray that they would grow in their gifts. Kérlek, hogy áld meg őket Jézus nevében. And we ask that you would please bless them in Jesus' name. Amen. 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 Sziasztok, szép estét! Hello, good evening to you. Hello. Sziasztok. A ma esti tanítás címe. The title for today's teaching. Dobpergés. Kérhetnénk a dobost vissza?
A ma esti tanítás címe a sötétség hősért kiált. So the title of today's message is Darkness Cries Out for a Hero. Sötétség hősért kiált. Darkness calls out for cries out for a hero. Voltál már ilyen helyzetben? Have you ever been in such a situation? Hadd adjak egy példát. Let me give you an example. Én amikor egyetemen voltam, nagyon sokféle órám volt. When I was at university, I had many different courses. És mondjuk a matek, nem azt mondom, hogy ötös, de azért görbült. And from math, I wouldn't say I got an A, but I passed. Vagy a fizika nem volt olyan nagy problémám. So, or physics, I didn't have too many problems with that. De aztán jött egy fél év, egy szörnyű, sötét fél év. But there was a semester, a real dark semester. Amikor kémiát kellett tanulnom. When I was supposed to learn chemistry. Ha ismersz engem és a kémia tudásomat, most szörnyűködnél. So if you know me and my knowledge about chemistry, you would be frightened now. És tök érdekes volt azt nekem megtapasztalni egyetemen keresztényként. And it was really interesting for me to experience at university as a Christian. Hogy amikor olyan tantárgyakról van szó, ami jól megy. That when we are talking about courses which I'm good at. Akkor nem annyira éreztem azt, hogy szükségem lenne segítségre. Ugye hát ez viszonylag logikus. Then I didn't really feel that I would need a lot of help, so this is kind of logical. De amikor a kémiáról volt szó. But when we come to speak about chemistry. Az egész gyülekezetet megkértem, hogy imádkozzon értem. I asked the whole church to pray for me. Mert itt csak Isten segíthet. Because I felt, only God can help me now. Most nem fogom elmondani, hogy hányszor vettem föl, majd alkalom után keres meg, lehet tippelni, hogy győztes kap valamit. So I'm not going to tell you how many times I actually had to choose this course. If anybody comes to me after the service and wants to have a guess and their guess is correct, I can give them some kind of a gift. Amikor egy ilyen helyzet van, amikor egy nagyon nagy sötétségben érzed magad, egy nehézségben, akkor természetes, hogy egy hősért kiáltasz, egy segítségért kiáltasz. So when you're in a situation like that you're in a deep dark situation, it comes natural to you, to us, that you cry for a hero. Ugorjunk bele a mai történetünkben, 2 királyok 12 első vers. So let's jump into our story today, 2 Kings chapter 11:21. Ne lepődjetek meg, az angol számok egy picit az igeversben különbözni fognak. Ha esetleg értesz magyarul angolul, akkor ne lepődj meg, hogy mások a számok. So don't be surprised, there's a little difference between the Hungarian numbering and the English numbering of the Bible verses. Első vers így szól, Joás 7 éves korában lett király. Joash was 7 years old when he began to reign. Ha nem annyira vagy képbe a történettel, akkor ez is felmerült a kérdés, hogy így, micsoda 7 éves korában király? So if you're not really familiar with the story, then you can go like, what are we talking about? Like, he was 7 years old when he became a king. Hadd adjak egy kis magyarázatot. Let me give you some explanation here. Izrael történetében haladunk előre egy szerda esténként. So we are moving on in the history of Israel on Wednesday nights. És épp egy olyan részében vagyunk a történelmének, amikor királyok uralkodnak Izraelben. Ez jó régen volt. And we are at a time in Israel's history when there were kings. It was a long time ago. És voltak olyan szituációk, olyan időszakok, így a királyok történetében, mintha trónok harcát néznénk, hogy öldöklik egymást a királyok. And there were times in Israel's history when we may feel like we are watching the Game of Thrones, that there are these kings and they keep killing one another. Ahol éppen most tartunk, itt az ország már kettő részre szakadt, egy déli és egy északi királyságra. We are at a place right now where the country or the land is divided into two kingdoms, the northern and the southern kingdom. És a déli Júda királysága viszi tovább Isten ígéretét, hogy Dávid utódai ülnek a trónon. And the southern kingdom, the kingdom of Judah, is the one which goes on with the lineage of David, saying that the descendants of David will sit on the throne. A két királyság hol ellenség, hol semleges, hol pedig szövetséges kapcsolatot ápolt egymással. And these two kingdoms are sometimes rather hostile, or they have a hostile relationship to each other. Sometimes they have a friendly relationship, sometimes a neutral one. És itt éppen a mi történetünkben épp egy szövetséges, egy barátsági viszony van. And here in our story, they are in a friendly relationship and they are each other's allies. Így a történetünkben, ennek a barátságos viszonynak a következtében az északi királyság királyának a lánya hozzáadta a déli királyság királyának a fiához,
a lányát. Azt jól megmondom. Szóval értitek, házasodtak. Politikai házasság történt. So here in our story, the daughter of the king of the northern king actually wanted her daughter to marry the son of the southern king, so thereby making a political alliance. És a mai történetünk igazából múlt héten kezdődött. And our story today actually started out last week. Amikor is Jani pásztor tanított minket egy hataloméhes nőről, Ataljáról. When perhaps you remember last week our pastor Jani was teaching us about a woman who was craving for power by the name of Atalia. Ebben a politikai házasságban, amiről meséltem, Atalia volt a királynő. So in this political marriage I have just mentioned or I have just talked about, Atalia was the queen. És ő volt az, aki szépen bemutatta és bevitte a déli királyságot is a bálványimádásba. And she was the one who introduced idolatry to the southern kingdom. Aztán jött Isten ítélete, és ennek a királynőnek a fiát lemészárolták. And then God's judgment came and this queen's son was murdered. És az ő ennek a királynének a válasza az volt, hogy akkor kiirtja az összes megmaradt királyi családban lévő fiúgyermeket. And this queen's response was that she would slaughter all the children in this royal family. Kicsit így komolyodtunk a kémiától. So we've come a long way from chemistry. Atalja, hogyha figyeltél, akkor mint nagymama a saját unokáit mészároltatja le. So if you have paid attention, Atalia as a grandmother had her own grandchildren killed. Nagyon sötét korszak. So this was a very dark period. Ő 6 évig uralkodott. She reigned for 6 years. És ahogy mondtam a címben is, a sötétség ebben az időszakban is egy hősért kiáltott. And just as I mentioned in the title, darkness even in this period was crying out for a hero. De ebben a nagy mészállásban egyetlen egy királyi utód megmenekült, egy kisfiú. But in this great manslaughter, there was a little boy who was saved. A little boy. Ez mind múlt héten volt. Meghallgathatjátok a tanítást, csak így elmondom, hogy meglegyen a kontextus. So we were talking about this last week. I'm just telling you can listen to the teaching. I'm just telling you as a kind of revision, so that we all have the full context. Ezt a kisfiút elrejtették, majd pedig, hogy biztonságban legyen, átcsempészték a királyi palotából a templomba. So this little boy was hidden and he was smuggled or by means of human trafficking he was taken over to the temple. És ez egy jó ötlet volt, mert ez a gonosz nő soha nem járt a templomba. And this was a great idea because this wicked woman never actually entered the temple. És a templomba Jójádá főpap, ő nagyon fontos személy, Jójádá főpap. And in the temple, there's a very important person for us to remember, the high priest Jehoiada. Szép, szép angolul is szép neve van. Az ő felügyelete alá került ez a kisfiú. So this little boy was actually put under his care. És ez a kisfiú 1 éves korától 7 éves koráig 6 évig a templomban nevelkedett. And this little boy from 1 year old till he turned 7 was raised in the temple. És 7 évesen őt királlyá koronázzák. And age 7 he was crowned a king. Ebben a sötét korszakban itt van ez a kisfiú és király lesz. So in this dark period there is this little boy and he's made a king. Nem egészen, nyilván nem egyedül hozott döntéseket, Jójádá, ő segített neki hatalmat gyakorolni. So obviously he didn't make decisions on his own. He was helped very much by the priest Jehoiada. Királyá koronázzák, ünneplik őt, mindenki örül, hogy hú, végre más a király. So he's crowned a king. Everybody rejoices and celebrate that finally there's a new king on the throne. Nagy reménységük volt ebben a srácban. So people had great hopes in this little boy. A kérdések felmerültek, hogy vajon lezárul végre ez a sötét korszak. And the question came up whether this dark period would finally come to an end. Elképzelhető, hogy hogyan érezhette magát 7 évesen egy ilyen helyzetben. So you can imagine how this little boy must have felt aged 7. De ugyanakkor elképzelhetett, hogy mit gondoltak a katonák,
vagy ez a főpap, hogy itt ez a kisrác, ez a 7 éves kisrác, mit fog ő tenni? But you can also imagine how the soldiers must have felt, or the nation, like here's this little boy, what is he going to do? Mit tud tenni? Ki lesz belőle? What can he do? Who is he going to become? Vajon ő lesz a sötétségben a hős? Is he going to become the hero in the darkness? Tehát így lett ő 7 évesen király. So that's how he became a king, aged 7. A második verstől folytatom. So I'm continuing from verse 1. Jéhu 7. évében kezdett uralkodni Jóás, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. In the 7th year of Jehu, Joash became king, and he reigned in Jerusalem 40 years. His mother's name was Cibia. She was from Beersheba. Joash did what was right in the eyes of the Lord all the years Jehoiada the priest instructed him. A magyar fordítás itt nem fogalmaz egészen pontosan. So the Hungarian translation doesn't really put this correctly. Legalábbis ez a fordítás, amit én olvastam, a Károli, az egy pontosabb fordítást ad. At least the translation I used, the Károli translation gives a better translation here. Abban egy fontos részletet észrevehetünk, mégpedig azt, hogy we can notice a really important detail there. Hogy Jóás egészen addig tette a kedves dolgokat Istennek, amíg Jójádá főpap őt tanította. And it's that Joash did all the things which were pleasing in the eyes of the Lord as long as the high priest Jehoiada was teaching him. Tehát sajnos nem egész életében, csak ameddig ott volt az ő életében Jójádá főpap. So unfortunately not all his lifetime long, but as long as Jehoiada was present in his life. A 4. verstől folytatom. I'm going to continue with verse 3. Csak az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és töménezett az áldozó halmokon. The high places, however, were not removed. The people continued to offer sacrifices and burn incense there. Eddig azt láttuk, hogy ez a fiatal király elkezdi helyreállítani a rendet, meg hogy jól kezdi a pályafutását, kedves dolgokat tesz Istennek. So up until now we could see that this young king does well, he does things pleasing to the Lord. De megmaradnak ezek az áldozóhalmok, ilyen magas helyek, ahol az emberek bálványimádás végeztek, bálványt imádtak. But these high places were still, or the rituals were still held on these high places. These were tops of mountains or hills where idolatry was performed. 5. vers. Jóás ezt mondta a papoknak. A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az Úr házába visznek, a forgalomban lévő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rólnak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, sok-sok pénz, amit az emberek szívük szerint visznek az Úr házába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerésétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. Joash said to the priests, collect all the money that's brought as sacred offerings to the temple of the Lord, the money collected in the census, the money received from personal vows, the money brought voluntarily to the temple. Let every priest receive the money from one of the treasurers, then use it to repair whatever damage is found in the temple. Kicsit leegyszerűsítve, voltak olyan pénzek, amiket kötelező volt mindenkinek befizetni az Ószövetségben, és voltak olyan pénzek, amik önkéntesen adtak az emberek. To put it simply, there were donations or there was a kind of money which was mandatory for people to give, and there was a certain amount which was kind of a donation out of the heart. És azt mondta ez a király, hogy kezdjük el összegyűjteni a pénzt és javítsuk meg a templomot. And this king said, okay, let's collect the money and let's start to repair the temple. A templom Izrael életében egy nagyon-nagyon különleges hely volt. And the temple was a really, really special place in the history of Israel. Amikor megépült, akkor Isten dicsősége leszállt és betöltözte ezt a helyet. So when the temple was built, then God's glory descended and filled this place. És ez a hely, ez a templom ezen a ponton már több mint 100 éves. And this place, the temple, is more than 100 years old at this time. Soha senki nem javított rajta semmit. And up until now, nobody had done anything to repair it. Egyik király sem javítgatta. None of the kings had done any repair work. Jön ez a fiatal király, és ő tesz valamit, elkezd valami változást hozni. Along comes this young king, and he starts to do something new, and he brings about change.
Mert hogy ez a templom, ez már megtámadták, már betörtek, már mindenféle volt szegény templommal. Because many different things happened to this temple already, so there were attacks to it. Mégis miért? Jóás miért kezdett ezzel a templommal valamit? So why did Joash want to do something about the temple? Mint hallottuk ezt múlt héten, Joás az Úr házában nőtt föl. As we could hear last week, Joash was raised in the temple of the Lord. Ő ott nőtt föl a templomon, kívülről fújta az egészet. Ő ott bujócskázott. So he was raised there. He knew the place inside out. He was playing hide and seek there. Ismerte úgy, mint a tenyerét. He knew it like the back of his hand. A papok között nőtt fel, biztos, hogy mesélték neki, hogy hogy épült meg, hogy alakították ki a különböző helységeit. So he was raised among the priests. So I imagine he was shown around and he was told about all the different areas of the temple. Joás szívéhez nagyon-nagyon közel került a templom, az úrháza. So the temple of the Lord, the place of the Lord grew very, very close to his heart. Aztán ezt olvassuk, 7. vers. De Joás király 23. évéig sem javították ki a papok a templom rongálódásait. But that's what we read in verse 6. But by the 23rd year of King Joash, the priests still had not repaired the temple. A kettő krónikákban is el van mesélve ez a történet, ott kapunk még egy részletet. In 2 Chronicles, the story is told again, and we get a different detail there too. Hogy a király úgy fogalmaz, hogy siessetek, csináljátok már, javítsátok meg. And the king puts it this way, okay, hurry up, so be fast in the repair works. De hosszú időn át sem történt ez meg. But unfortunately, this didn't actually happen for a long time. Szóval mit tesz a király? 8. vers. So what does the king do? Verse 7. Ezért Joás király hívatta Jójádá főpapot, meg a többi papot, és megkérdezte tőlük, miért nem javítjátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el ismerősétek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a nép pénzét, ilyen jó fejek, de a templom rongálódásait mégsem javították ki. Therefore, King Joash summoned Jehoiada, the priest, and the other priests, and asked them, why aren't you repairing the damage done to the temple? Take no more money from your treasurers, but hand it over for repairing the temple. The priests agreed that they would not collect any more money from the people, and that they would not repair the temple themselves. A papok hűtlenül bántak a pénzzel. So the priests mishandled the money. Erről még soha nem hallottál, mi? So you've never heard about such a thing before. Mik ezek a nevetések? So why are you giggling? A papok hűtlenül bántak a pénzzel. So priests mistreated the money. Nem csak most, ez akkoriban is gond volt. So this is not only a problem today, this used to be a problem back then. A pénz mindenkinek, és mindenkinek, a legtöbb embernek nagyon-nagyon érzékeny téma. So money is actually a very sensitive, delicate topic for everybody. És sajnos egyházon belül is nagyon sok visszaélés volt már vele. And unfortunately, many people in the history of the church have mishandled the money. Ez történik itt is. This is what's happening here as well. 10. vers. Akkor Jójádá főpap vette egy ládát, a fedélére lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az Úr házába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az Úr házába vittek. Mikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellárja, a főpappal együtt csomóba kötötték, és összeszámolták az Úr házában talált pénzt. Verse 9. Jehoiada the priest took a chest and bored a hole in its lid. He placed it beside the altar on the right side as one enters the temple of the Lord. The priests who guarded the entrance put into the chest all the money that was brought to the temple of the Lord. Whenever they saw that there was a large amount of money in the chest, the royal secretary and the high priest came, counted the money that had been brought into the temple of the Lord, and put it into bags. Nem működött a módszer, új módszert találunk ki, csináljuk másképp. The method, the old method didn't work. Okay, we need a new method. Let's do it differently. Az új módszert kihirdetik. The new method is declared. És látjuk a kettő krónikánkban is, hogy az emberek, szóval az emberek nagyon sok örömmel, nagy örömmel jöttek és adakoztak. Ők oda tették mindazt, amiük volt. And we see in 2 Chronicles as well that people came gladly and they were happy to give all that they had. Örömmel vitték a pénzt. So they brought the money gladly. Hadd kérdezzem meg, hogy te hova viszed örömmel a pénzt? Ha egyáltalán van-e ilyen hely? Let me ask you, where do you take your money, your donations gladly, if there is such a place for you? Hogy örömmel vitték a pénzt. So
The people brought their contributions gladly. Te hol költöd örömmel a pénzedet? Where do you spend your money gladly? Én általában tech cuccokra, csak hogy így bevalljam, tehát hogy ki hol? So let me confess, I'm happy to spend it on tech related things. 12-es vers. Verse 11. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az Úr házához voltak kirendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az Úr házán dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket az Úr háza rongálódásainak a kijavításához, és ami csak szükséges volt a templom javításához. De abból a pénzből, amit az Úr házába vittek, nem készítettek az Úr háza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüst tárgyakat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az Úr házát. When the amount had been determined, they gave the money to the men appointed to supervise the work on the temple. With it, they paid those who worked on the temple of the Lord, the carpenters and builders, the masons and stonecutters. They purchased timber and blocks of dressed stone for the repair of the temple of the Lord and met all the other expenses of restoring the temple. The money brought into the temple was not spent for making silver basins, wick trimmers, sprinkling bowls, trumpets, or any other articles of gold or silver for the temple of the Lord. It was paid to the workers who used it to repair the temple. Ha megnézed a kettő krónikákban a történetet, if you look at the story in Second Chronicles, akkor láthatod, hogy amúgy készítettek eszközöket is. Then you can see that they also prepare tools. De ha figyeltél, akkor azt írja itt, hogy nem készítettek eszközöket. But if you have paid attention, here we read that they didn't make tools. Most mégis akkor melyik? So which story is true? Vagy végre találtunk valamit, ami ellentmond egymásnak? Or did we finally find something in the Bible which seems to contradict which seems to be contradictory? Először a fontos részeket javították ki, megcsinálták a munkát, a templomon kijavították a sérüléseket. So first the serious damage was repaired. És utána a fennmaradó összegből pedig készítettek ilyen eszközöket, amik kellettek. And then from the money that remained, they made the necessary tools. 16-os vers. Nem kellett elszámoltatni azokat, akikre rábízták a pénzt, hogy átadják a munkavezetőknek, mert azt hűen kezelték. Csupán a jóátételi áldozatra és a vétek áldozatra adott pénzt nem vitték be az Úr házába. Ez a papoké volt. Verse 15, they did not require an accounting from those to whom they gave the money to pay the workers, because they acted with complete honesty. The money from the guilt offerings and sin offerings was not brought into the temple of the Lord. It belonged to the priests. Játszunk egy játékot. Let's play a game. Próbálj meg belekézelni magadat az én helyembe. Itt állsz X ember előtt. So try and imagine yourself in my stead. You're standing here in front of a lot of people. Mi az a téma, amiről legkevésbé beszélnél? So what's the topic that would be the last one you'd speak about? Amiről egyáltalán nem akarnál beszélni emberek előtt. That you really, really wouldn't want to speak about in front of other people. Főleg nem egy gyülekezet előtt. Especially not before a church. A pénz! Ta-da-dam! Nyertél! Money, you won, you bet. De nem tudok elmenni amellett, hogy az egész fejezet kb. Arról szól, hogy az emberek pénzt adtak, és kijavították a templomot. Vagy éppen rosszul bántak az emberek a pénzzel. But I can't just go past the idea here that money was mishandled, so people mishandled the money here. Az összes tanított társamat most mélyen megvetem, mert nekem kell erről beszélni. So I really hate all the fellow preachers that I am the one who has to preach about this, speak about this. Na, kezdjük el. Szóval, let's get started. Ha először vagy itt, vagy nézel minket online, if you're here for the first time or you're watching us online, akkor ne aggódj, nem akarjuk leszívni a bankszámládat. Then please don't worry, we don't wish to get money from your bank accounts. A pénz a világunk része. Money is a part of our world. A pénz az életünk része. Money is a crucial part of our life. Sokat találkozunk vele, mondhatni kb. Minden nap. We come across money on an everyday basis. Úgyhogy légy egyezünk meg, hogy ne kezeljük furcsán a pénzügyeket. So please, if possible, let's agree that we shouldn't deal with money in an awkward way. És az adakozás sem. Or donations.
Nyilván az kicsit túlmutat ezen a mai tanításon, hogy arról beszélünk, hogy hogyan kell bánni a pénzzel, szóval nem erről lesz szó, nem is akarom nektek megmondani ezt. So we're not going to speak about how donations should be given. That's not our topic today. De szeretném, ha látnánk, hogy az ószövetségi adományok között és az újszövetségi adományok között különbség van. Különbséget kell tennünk. But I want you to see that we must discern between the offerings in the Old Testament and the New Testament. Mi ugye itt a Gyuliben szerintem nem sokat beszélünk a pénzről. So I feel we don't really speak too much about money here at church. Nem halljátok mindig, hogy adjatok, adjatok, adjatok. So you don't hear all the time like you should give, give, give. Az Ószövetségben, ja igen, bocs. Szóval az Ószövetségben elő volt írva, mint már említettem, hogy bizonyos mennyiséget adjon minden egyes ember. But in the Old Testament, people were requested to give a certain amount of money. Ugye tizedet kellett adni. So people had to pay their tithes. Meg kellett váltani bizonyos dolgokat. And certain things had to be paid for. Nem akarok teljesen belemenni, a lényeg, hogy volt egy ilyen kategória, hogy kötelezően neked adnod kellett. I don't want to go into details, but there was this principle that you had to give. És mint mondtam, volt ezen felül egy másik kategória, ami önkéntesen történt. Hogyha te úgy láttad, hogy Istennek te odaszánnál valamit, akkor adhattál. Szíved joga volt, hogy ugye többet adj. And as I have said earlier, there was also a kind of voluntary gifting or donation. So if you wanted to give, you had the chance to do so. Az új szövetségben ez megváltozott. But in the New Testament, this whole thing changed. Most már nincs elő, vagy kötelező neked tizedet adnod, vagy kötelező neked megváltani valamit. You are no longer prescribed to pay a tithe or that you have to pay for something. Ránk nem vonatkozik a kötelező pénzbeli hozzájárulás. Megnyugodhatunk. So obligatory donations are no longer valid in our case, so we can rest assured. Viszont maga az adakozás, az full jelen van. Szóval nagyon sokszor jelen van az új szövetségben. But giving or giving donations is often present in the New Testament. Az is jelen van, az egy bevett gyakorlat volt az új szövetségben is, hogy az emberek adtak a gyülekezetnek, és hogy a gyülekezetbe gyűjtöttek, hogy költségeket ellássák. So it was present also in the New Testament that people paid or gave their donations to meet the requirements of the church. Vagy hogy látták, vagy hogy egyik gyülekezet látta, hogy a másiknak szüksége van, tehát gyűjtöttek és segítették őket pénzzel. To pay the bills of the church, sorry. So when and also when one of the churches saw that another church was in need, then they raised money and gave the result of the fundraising over to them. Én hiszem, hogy Isten szeretne alapelveket adni nekünk. So I believe God wants to give us principles. Szeretne adni bölcsességet, hogy hogyan éljünk. And he wants to give us wisdom on how to live. Perspektívát és egy mennyei látást, hogy hogyan bánjunk a pénzzel. He wants to give us a vision, a heavenly vision, divine vision on how we should deal with our money. Szeretnék felolvasni néhány igerészt. I want to read out some passages. Csak hogy elindítsa a gondolatainkat. So that we can start thinking about the topic. Jézus azt mondja, Máté 6:1-4, vigyázzatok kegyességeteket, vagyis az adokozást, ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, mert volt, aki csinálta ezt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejte maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Matthew chapter 6, verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Lukács 21:1-3. Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért,
akkoriban a legkevesebb pénz, dobott abba. És így szólt. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, ami volt, az egész vagyonát. Luke chapter 21 verses 1 through 4. As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. Hát azt képzelni, hogy Jézus nézi, hogy ki mennyit dob be? So can you imagine Jesus going checking out how much we give? 2 Korintus 9. Az egész fejezet erről szól, de mi most a 6-8-at olvassuk. So 2 Corinthians chapter 9, all the chapter is about giving and generosity. We are now going to read only verses 6 through 8. Nagyon érdekes, tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat. És aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőségetekben jusson minden jó cselekedetre. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. A pénzünk nem kell, hogy egy furcsa téma legyen. So money doesn't have to be a strange topic. Se az életünknek, se a gyülekezetben. Neither in our lives or here at church. Látjuk, hogy az adakozás az közted és Isten között van. Én köztem és Isten között. We see that giving is between you and God or between me and God. Hogy senkinek nem kell tudni, nem kell tudnod neked, hogy én mennyit adok, vagy én nekem, hogy te mennyit adsz. Nobody has to know how much you give. Nobody has to know how much I give or how much you give. Milyen érdekes az alapján, hogy itt azt mondja Pál, hogy olyan ez, mint a vetés, meg az aratás. How interesting that Paul says about this, or Paul compares sowing and reaping here. Általában minél többet adsz, annál kevesebb lesz neked. So typically, the more you give, the less you are going to have. Ha van nálam 2 banán, adok neked 2 banánt, akkor nekem nincs banánom. So if I have 2 bananas and I give you these 2 bananas, I won't have any. De milyen érdekes, hogy a vetésben nem így van. But how interesting that when we saw, this is not the case. Ha van egy marék magom, és csak a felét vetem el, akkor csak a feléből nőhet ki valami. If you have a handful of seeds, and I only choose to sow half of it, then I give chance to only half of it to reap. Ha a másik felét elrakom a zsebembe, soha nem fog kinőni. If I put the other handful away into my pockets, there's no chance there will be a harvest ever. Ha eldobom az összeset, ha semmit nem tartok meg, akkor nőhet ki igazán sok. If I get rid of everything, if I sow all of it, then that's when I can have a lot. De azért ez így. Megegyezném, hogy ez nem úgy működik, hogy adok 5000 forintot és kapok vissza 50-et. But let me just add that this doesn't work like okay, I give 5000 forints and I get back 50. Mi ezt nem tanítjuk, lehetséges, hogy így lesz, lehet, hogy nem. So that's not what we teach here. Perhaps this is going to be that way, perhaps not. Azt látjuk még alapelveknek, hogy adj jókedvvel, adj mosolyogva, örömmel. What we see as a kind of principle is that we should give gladly, joyfully with what smile on our faces. Hogy te ülj le és beszéld meg Istennel. Dumáld át vele, hogy mennyit fogsz adni. So you should sit down and talk to God about how much you are going to give. És mikor adsz, adj titokba, úgy, hogy senki ne lássa. And when you give in secret so that nobody sees you. Szerintem ez zseniális, annyira tetszik Istenben, hogy ő egy hatalmas, mindenható Isten, de nem a csili-vili nagy dolgokra pályázik. I love this about God that he is a mighty God but still he doesn't desire anything glamorous. Jézus úgy fogalmaz, hogy mennyi atyád, aki titokban van. Ő látja és megjutalmaz téged. Jesus puts it that way that your heavenly father who sees what you do in secret will reward you.
Látunk egy olyan alapelvet is máshol, hogy annyit viszont ne adj, hogy te miatt adósságba kerülj. And we see another principle here as well, that you shouldn't give so much that you would end up in debt because of that. Egyszerű, de nagyszerű. Simple principle, but great. A great one. És egy picit, hogy így lezárjuk a témát, belegondoltál már, hogy Istennek nincs szüksége a pénzedre? And to close off this topic, have you ever thought about the fact that God does not need your money? Az enyémre sincs szüksége. He doesn't need my money. Istené minden. Because God has everything. Istené minden. Ez csak így üljön le. So everything belongs to God. Ő mindenható. He is almighty. Ha szeretne, pénzt teremt. If he wants to, he's going to create money. Bármikor, bármit megtehet. He can do whatever at all times. Ő az egész föld, ő az összes gyémánt, az aranya, minden. The whole world, all the gold and the diamonds belong to him. Minden az övé. Everything belongs to him. Akkor mégis miért tanítja, hogy adjunk? So then, why does he teach that we should give? Hiszem, hogy szeretne minket bevonni abba, hogy ő milyen. I believe that he wants to get us involved in showing us what he's like. Neki van egy adakozó szíve. He's got a generous heart. Ő megáll téged, ad neked rengeteg dolgot. He blesses you, he gives you many, many things. Azt is ő adja, amit nem akarsz visszaadni. He's the one to give you even the things you don't want to give back. És ő szeretne bevonni ebbe, hogy legyél te is egy adakozó valaki. And he wants to involve you so that you would become a generous person. És hogy teljesen tiszták legyünk, vagy tiszta legyek, ha nem ide akarsz adni, ne ide adj. Én nem a pénzedre pályázok. And let me put this straight. If you don't want to give here, this is all right for me, so I'm not going for your money. Isten szeretne bevonni téged is, engem is az ő munkájába, abba, hogy ő mennyire nagy lelkű. God wants to involve you in his work so that you see how generous he is. Isten téged akar, nem a pénzedet. God wants you and not your money. Ő rád néz, téged lát, akkor is, hogyha semmi nincs a bankszámládon, és akkor is, hogyha tele van, ha tele vagy a bankszámládon. So he looks at you and he sees you even when your bank account is full or there's no money on it whatsoever. Ő téged lát, és téged szeretne. So he sees you when he wants you. Mindig ez az első lépés. Aztán Isten pedig szeretne bevonni minket, hogy legyünk nagy lelkűek, mint hogy ő is nagy lelkű. So that's always the first step. So God wants to wants you to see that he is generous and wants you to become like that. Ugorunk vissza a sztorihoz. So let's get back to the story. A 17-es vers, amit felolvastam, és a 18-as, amit majd mindjárt felolvasunk, a kettő között idő telik el. So the Bible verses we are going to read verses 16 and 17. There's a kind of time gap between the two things. Kijavítják a templomot, eltelik valamennyi idő, és Jójádá, a főpap, meghal ez alatt az idő alatt. The temple is repaired, so some repair work is carried out, and the high priest Jehoiada passes away in the meantime. Hogy pontosan mikor és hogy hogyan, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy 130 éves korában az élettel betelve. We don't know exactly when Jehoiada died. We know that he was 130 years old and he was old and full of years. Sosem késő részt venni Isten munkájába. So it's never too late to take part in God's work. Gondoltuk el, hogy lehet, hogy 100 éves volt, vagy még idősebb, amikor elkezdte mentorálni ezt a királyt. So just think about this. Perhaps he was 100 years old or more than 100 years old when he started to mentor this little boy. És aztán azt látjuk, ez a kettő kronikákban van leírva, hogy Jójádá pap halála után Júda vezető emberei oda mennek a királyhoz, beszélnek vele, és elcsábítják őt Istentől. And we see that after Jehoiada dies, certain people walk up to the king and they want to try and take him away. De inkább úgy fogalmazok, hogy nem is elcsábítják, hanem beszélnek vele, csábítgatják, mert ez az ő döntése, hogy elmegy vagy nem Istentől. So these people don't try to lure him away, or they are not like enticing him, because it's his decision whether he allows the enticement to take place in his life. És ő hallgat rájuk, és elmegy Istentől, és bálványimádó lesz. But he listens to these people and he walks away and he becomes an idolater. Miután Jójádá főpap meghalt, az ő szellemi élete elkezd szétesni.
So after the high priest Jehoiada dies, his spiritual life starts to fall apart. Ő egy olyan hatás volt, ez a főpap olyan hatás volt király életében, hogy így összetartotta őt. So this high priest had such a great impact on his life that he kind of kept him together, like in one piece. És Istennél tartotta őt. And he kept Joash by God's side. Isten küld prófétákat ez a királyhoz. God sends prophets to this king. Nem hallgat rájuk. He doesn't listen to them. Nem változik semmi. Nothing changes. Aztán egy nap eljön hozzá Zekarjá, Jójádá főpap fia. And then one day Zechariah comes to him, the son of Jehoiada. Akit biztos, hogy ismert. Whom he was surely familiar with, so he. Ő is felszólal lenne, hogy király, nem jó, amit teszel. And he also tells him, like, king, what you do is not good. És ez a király annyira, de annyira elfordult Istentől, meg ettől, ahogyan jött, hogy odáig jutott, hogy megöli a főpap fiát. And this king turned away from God so much so that he ended up killing the high priest's son. Kettő krónikák így fogalmaz, hogy nem gondolt Jóás király arra a szeretetre, amelyet annak az apja a Jójáda tanított iránta, hanem legyilkoltatta a fiát. So Second Chronicles puts it this way. King Joash did not remember the kindness Zechariah's father Jehoiada had shown him, but killed his son. Vajon hogy végződik ez a történet? Merre halad ez a király? How does the story end? What direction is this king going? 18-as vers. Akkoriban vonult fel Hazáél Arám királya, megtámadta Gátot és elfoglalta. Majd elhatározta Hazáél, hogy Jeruzsálem ellen vonul. Ezért Jóás, Júda királya fogta mindazokat a szent tárgyakat, amelyeket elődei Jósafát, Jórám és Ahazjá, Júda királyai adományoztak a templom javára, és a maga szent adományaival, meg az úrházának és királyi palotának a kincstárában található összes aranyjal együtt, mindennel együtt elküldte Hazáélnak, Arám királynak, mire az elvonult Jeruzsálem alól. About this time, Hazael, king of Aram, went up and attacked Gath and captured it. Then he turned to attack Jerusalem. But Joash, king of Judah, took all the sacred objects dedicated by his predecessors, Jehoshaphat, Jehoram, and Ahaziah, the king of Judah, the kings of Judah, and the gifts he himself had dedicated, and all the gold found in the treasuries of the temple of the Lord and of the royal palace. And he sent them to Hazael, king of Aram, who then withdrew from Jerusalem. Miva? What is happening here? Jójáda fia legyilkolásánál, és itt jön ki az, hogy mekkora kontraszt van a korai Jóás király és a késői Jóás király között. So when we look at the murder of Jehoiada's son, we see what a great contrast there is between the early King Joash and the late Joash. Arám, tudjuk a krónikák könyvéből, hogy egy kicsi haderővel vonult be. Picike haderő volt, de Isten mégis a kezükbe adta Júdát. We know that Aram was a small kingdom, but yet they were allowed to seize Judah. 20-as vers. A Jóás egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvan írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Udvari emberei fölkeltek, összeesküvés szörtek ellene, és megölték Jóást Bét Millónál, amikor Szillába ment. Verse 19. As for the other events of the reign of Joash and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? His officials conspired against him and assassinated him at Beth Milo on the road down to Silla. A krónikák könyvéből szintén tudjuk, hogy Jójáda fia miatt összeesküdtek ellene, és miatta ölték meg. We know that from the Book of Chronicles that it was because of Jehoiada's son's murder that he was plotted against and killed. 22-es vers, az utolsó vers. Józákár Simat fia és Józábert Somer fia voltak azok az udvari emberei, akik megölték és ő meghalt. Ősei mellé temették Dávid városában, utána a fia Amaciá lett a király. Verse 21, the last verse in the chapter, the officials who murdered him were Jozabad, son of Shimeat, and Jehozabad, son of Shomer. He died and was buried with his ancestors in the city of David, and Amaziah, his son, succeeded him as king. Jóás király története nagyon szomorúan végződött. So the story of King Joash ended badly. Nagyon jól indult, ünnepelték, hogy mi is örültünk, hogy hát, ha ő lesz a hős, és aztán elég rosszul fejezte be.
So his story started out really well. He was celebrated, and we thought his story would be a success story, but then he ended up badly. Jó, és megbukott abban, hogy megalapozza a saját értékrendjét és az ő hitét. Közben a dicsapat feljöhet. So Joash failed in establishing his identity as a king. Ő kicsit olyan volt, hogy arra hajlott, amerről a szél fújt. So he wasn't a solid person, so he always turned to where the wind blows or blew. Amikor Jehoiada ott volt az életében, akkor Isten követte. When Jehoiada was present in his life, he followed the Lord. Amikor más emberek voltak az életében, más irányba ment. When other people were present in his life, he went a different way. Én hiszem, hogy ebben nekünk több lecke is van. I believe that there are many lessons for us to learn in this story. Az első, hogy vajon nekünk van-e ilyen ember az életünkben? Number one, is there such a person in our lives? Van olyan ember, hogyha ő kiesik, akkor te elfordulsz, elmész, hátat fordítasz Istennek? So is there such a person in your life who, if this person dropped out of your life, then you would turn your back on God and walk away? És legyünk ebbe őszinték. And let's be honest about this. Szerintem sokkal könnyebb erre azt mondani, hogy nem, biztos nincs, mint hogy amúgy átgondolod, és amúgy azért érdekes válaszok lehetnek, szerintem. So let's be honest about this. It's a lot easier, I believe, to say, yeah, there's no such a person in my life. But if we think twice and consider this, we can come to a different conclusion. De én hiszem azt, hogy eldönthetjük, és szerintem el is kéne döntenünk ma este, hogy én Istennel megyek, én Istennel járok. But I think we can make a different decision tonight. Like I will walk with the Lord. Még akkor is, hogyha más nem. Even when other people won't. Akkor is, ha kinevetnek. Even if I'm laughed at. Akkor is, hogyha a legjobb barátom a hitemből gúnytűz. Even if my best friend makes fun of my faith. A másik lecke az, hogy együtt könnyebb. And the other lesson we can learn is that together it's easier. Hogy segítsük egymást, hogy legyünk közösségben. We should help one another, we should have fellowship. Ugye Jani mondta az elején, hogy ha esetleg aki online van, hogy így kikopott ez a kis szokás az életedből, hogy jössz, nem azért mondta, hogy minden szék megteljen, hogy minél többen hallgassák őt. So just like Pastor Yanni told us in the beginning, so when he said that you should come back to church and be present, he didn't say this because he wants to see all the seats taken here. Hanem mert együtt könnyebb, közösségbe könnyebb Istennel menni és haladni előre. But because if we have fellowship, it's easier for us to go forward. A Zsidók 10:23 második részétől olvasom. I'm going to read from Hebrews chapter 10 in the second half. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymás szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk, közösség. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap, amiről meg énekeltünk. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Leegyszerűsítve, én figyelek magamra, és figyelek rád. To put it simply, I pay attention to you, you pay attention to me. Magamra is figyelek, hogy én megmaradjak, amennyire lehet, és figyelek rád is, bátorítalak, hogy te is megmaradj. I pay attention to myself so that I would remain in the Lord, but I also pay attention to you that you would remain in the Lord. Mert egy irányba megyünk. Because we are going in the same direction. Mert egy harcot harcolunk. Because we fight the same fight. Mert egy a végcél. Because our end goal is the same. És együtt könnyebb. And together it's easier.
Amikor Joás királyt koronázták, nagyon sötét időszak volt. When Joash was crowned a king, that was a really dark period. Egy nagymama a saját unokáit legyilkolta. A grandmother had her own grandchildren killed. A bálványimádás az így terjedt. Idolatry was widespread. A templom, Isten lakhelye romokban. The temple, the dwelling place of the Lord was in ruins, was abandoned. A sötétség hősé kiáltott, egy hősért kiáltott. Darkness cried out for a hero. És ez a tendencia, ez a sötétség, a nehézség, a fájdalom, az előhozza belünk azt, hogy hát itt lennie kell valakinek, vagy valaminek, ami tud segíteni. And there's a tendency here, so when there's darkness, there has to be something that can help. Kell lennie egy megváltónak. There has to be a savior. Aki helyreállítja a rendet, aki helyreállítja Isten lakhelyét, aki helyreállítja azt, ami mind romokban van. Who restores the dwelling place of the Lord, who restores order, who puts right everything that's in ruins. Aki leszámol a gonoszsággal. Somebody who gets rid of wickedness. Nagyon nagy reménység volt Joás királyban. There was great hope in King Joash. De nem ő lett a hős. But he didn't turn out to be the hero. De kiben, illetve miben látod a hőst az életedben? Who do you see as a hero in your life? A pénzben. Or what do you see as a kind of hero in your life? Money. Az, ami segít. Is money what that helps you? A párodban. Or your spouse, your partner. Az önismereti könyvekben. Books about self-knowledge. Miben látod a hőst? Where do you see the hero? Én hiszem, hogy ezek jó dolgok, de csalódást okoznak, mint Joás király. I believe these things are all good, but they eventually disappoint us like King Joash did. A mi hősünk Jézus. Our hero is Jesus. Szóval valószínűleg már tudtad. Felvezettem, de valószínűleg tudtad. So, I had a track leading up to this point, but most probably you've already known this. Sokat dolgoztam rajta. I've worked super hard on it. A mi hősünk Jézus. So our hero is Jesus. Ő az, aki nem okoz csalódást. He is the one who doesn't disappoint. Ő az, aki végigment. Úgyis, hogy mindenki elhagyta őt. He was the one to walk the road even when everybody abandoned him. Ő az, aki helyreállította Istennel a kapcsolatot. He is the one or was the one who restored the relationship with God. Ha nem Jézus a hősöd ma este, ideje váltani. So if not Jesus is your hero, then it's time for you to change. Ő az, aki helyreállít mindent. He is the one who restores everything. Imádkozzunk. Let's pray. Menj, Atyánk, köszönjük neked, hogy szeretsz minket, hogy te minket akarsz, és nem a bankszámlánkat. Heavenly Father, we thank you that you love us and that you want us and not our bank accounts. De nagyon-nagyon köszönjük, hogy te tanítasz a te szívedre. But we thank you very much that you teach us about your heart. Te tanítasz arra, hogy te nagy lelkű vagy, hogy te nekünk is odaadtál mindent. You teach us that you're generous and you've given us everything. És Jézus, nagyon-nagyon köszönjük, hogy te vagy a mi hősünk. And Jesus, we thank you very much that you are our hero. Hogy te vagy az, aki megmentette minket. You are the one who saved us. Hogy te vagy az, akiért a sötétség kiáltott. That you are the one for whom darkness cried out. Akiért a mi bűnünk, a nyomorunk, az elesettségünkben, akiért mi is kiáltunk. You are the one to whom we cry out when we are weak and miserable and in sins. És Jézus, ma este is kiáltunk. And Jesus, we cry out even tonight. Köszönjük, hogy te itt vagy, köszönjük, hogy te vagy a mi hősünk. We thank you that you are here. We thank you that you are our hero. És köszönjük azt, hogy te szeretnél egymás életébe használni minket, úgyhogy kérlek, Uram, hogy ebbe segíts. And we thank you that you want to use us in each other's lives, and we want to ask you to please help us with that. Köszönjük, hogy tanítasz arra, hogy együtt könnyebb megfutni a mi pályánkat, és egy nap mindannyian ott lehetünk előtted. We thank you that you are teaching us that it's easier together. It's easier for us to run the race together. Úgyhogy hálát adunk, és most szeretnénk dicsérni téged teljes szívből, visszaadni a szívünket, visszaadni mindent, amit te adtál nekünk. So we give you praise, and we want to give back everything that you have given us. Mert te vagy egyedül erre méltó. Because you alone are worthy of that. Dicsőítsünk. Let's worship.
Vannak itt még valak, reméltem leomlanak, de te sosem hagytál cserben. Várva a változás, tudva, hogy győztél már, Uram, te sosem hagytál el. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Az éj már nem tart soká, az ígéd a fény csuká. Szívemből dicsérlek téged. Jézus, tiéd szívem, a szerelmed hűséges. Szívemből dicsérlek téged. Ezt megérted? Hogy újra megteszed ezt, ahol így
megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el, hisz megígérted. Kezedben éltem, te vagy erősségem, de sosem hagytál el. De sosem hagytál el. Szeretnétek imád kérni, itt dicsőítés alatt nyugodtan gyertek előre. If you want to ask for prayer during worship, feel free to come forward. Fogtok találni olyan embereket, akiknek ilyen imás kis kártya van a nyakukban. So you will find people here who have cards. Bátran kérjetek imád. And feel free, come boldly to ask for prayer. Akkor is gyere nyugodtan, van, aki tud. So no matter how you feel, just come forward, somebody will be able to pray for you. Hogy értem jöttél, megfeszítettek a bűnömért, irgalmad, mint folyó, most engem tisztára. Te vagy a kincs és remény, benned vagyok, érted élek én, csak te vagy méltó, te vagy szívem király. Méltó minden hálára, méltó életem megváltója, méltó az imádatra, íg és föld ára, ő a szívem királya. Életre hívott szavak, jelválasztott ketté szakadt, erős karod megszabadít, vidítse törzés, és a sírból kihív. Méltó minden hálára, méltó életem, így is fönálljon, ő szívem királya. Méltó minden hálára, méltó életem megváltója, méltó az imádatja. Kezem felé gyújtva, énekel.
kedvem, hadd le Jézus, hadd legyen Jézus. Az első szó ajkamon, hadd legyen Jézus. A viharban a dalom, nincs szükségem másra. Na nekem az élet ő, csak ő a megmentő. Emelt szent nevét minden nép fölé, nekem nincs más nép, csak Jézus. Hadd legyen Jézus. A hajnalban remény, hadd legyen kezdet és a vég. Nincs szükségem másra, nekem nincs szükségem másra, nekem az élet ő, csak ő a megmentő. Days we will sing your praise.
Utolsó dalához. Song of this evening. Remélem már ismerős lesz. I hope this song will be familiar to you. Vel nem ural a félelem többé. Tudom, a te karod megtart örökké. És bármi ér, az úton velem jársz. Amikor keresem a fényt, te tartasz én. Te vagy az, aki ad mégis új reményt. A mennyekből a földig hajoltál, és győzelmet adtál, te győzelmet adtál. Ó, énekel! Ó, győzelmünk hangja így szól. Méltó vagy, Uram, méltó.
Ura vagy, méltó a te neved, egyedül méltó dicséretre. Let's pray together. Atyám, köszönjük neked azt, hogy együtt dicsőíthetünk. Father, we thank you that we can worship you together. Köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, hogy kegyelemben állhatunk. We thank you that we can stand before you and that we can stand in grace. Köszönjük, Jézus, hogy eljöttél, hogy meghaltál értünk. We thank you, Jesus, that you've come for us and you died for us. És ezért szólhat így a győzelmünknek a hangja. And that's why the voice of our victory can be heard. Istenem, azért imádkozunk, hogy kérlek, áldj meg minket. And Father God, I pray that you would please bless us. Hogy ragaszkodjunk hozzád, hogy kövessünk téged. So that we would hold on to you and that we would follow you. És Uram, add, hogy ez a világosság ragyogjon körülöttünk. And Lord, please give that this light would radiate around us. Köszönjük ezt az estét, köszönjük, hogy együtt dicsőíthettünk, imádkozhattunk, köszönjük az igét. We thank you for tonight. We thank you that we could worship you together. We thank you for your word. Jézus nevében. In Jesus' name. Nagyon szeretünk téged. We love you very much. Amen. Amen.